felfort, ugye a hűtőfolyadék gyakorlatilag utána kellett volna tölteni. Most ezt hengerfejtömítést kell cserélni. Nem csak kellemetlen, de nagyon költséges is lenne, ha ez a hiba éppen a horvát tengerparton derül neki. A szükséges izzókészlet, a láthatósági mellény és az elakadás jelző háromszög mellett nyaraláskor is jól jön az egészségügyi láda az autóban, ha egy kagyló felsérti a lábunkat. Érdemes azonban műszakilag is felkészíteni az indulás előtt a járműveket. Ebben az autószerelő műhelyben azt mondják, a nyaralási költség mellett nagyon kevés pénzt fordítanak az autók ellenőrzésére. Általában olyan jellegű problémák vannak, hogy elszakadt a vezérműszi, azt, amit azért illenék előtte ellenőriztetni, aztán kevés volt a hűtőfolyadék, hengerfej tömítés kiégett, és ezek a költségek, ezek nagyon húzósak. Féket azt azért nem említem, mert azt ugye megcsináltatják általában ott, ahol éppenséggel rájuk jött ez a hiba, mert hát az igazság, hogy megállni meg kell. Na most ezt akkor kényszerből megcsinálják. A szakemberek szerint elsősorban a primer biztonsági berendezéseket és a kényelmi felszereléseket kell megvizsgálni. A klíma, szellőzés, ablak, tekerő, vagy éppen elektromos ablakoknál ezeknek az ellenőrzését. A klímának nyilván a tisztítását, fertőtlenítését, egy új utastérszűrőt beletenni, tehát ez mindenféleképpen szükséges lenne. A fékszerkezetet azt egyértelműen átvizsgálni, tehát a futóművet azt mindenféleképpen, az, hogy most valami összekötő, vagy valami ehhez hasonló tartóelem lazult, kopott, gumiköpenyek, keréktárcsák, tehát ezeknek az ellenőrzés elkerülhetetlen mindenféleképpen. Emellett fontos ellenőrizni az olajszintet és az olaj minőségét, valamint az utazás előtt bekészíteni egy liternyi megfelelő minőségű tartalékot, a hűtőfolyadékot, a meleg, a fékfolyadékot és a fékek állapotát pedig a lejtős utak miatt ellenőrizzük. Fontos, hogy az évszaknak megfelelő abroncsokkal induljunk útnak. A légkondicionáló kényelmi szempontot szolgál, de a kánikulában nagy megkönnyebbüléssel jár, ha megfelelően hűt, ezt mindenképpen tisztítassuk ki, nem csak a kellemetlen szagok, hanem az egészségünk megőrzése érdekében is. Az autó felkészítése mellett érdemes nekünk is felkészülnünk, például alternatív útvonallal, ha kerülnünk kellene valamilyen okból.